estét kívánok kicsiknek és nagyoknak. Eljött a mese ideje. Vártátok már? Megmondom őszintén, én nagyon. Ma a kacor királyról fogok nektek mesélni. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jól megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul, a macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sosem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség? Én vagyok a kacor király. Kacor király, soha hírét nem hallottam. Bizony pedig hallhattad volna, minden állatot meg tudok regulázni, olyan nagy a hatalmam. Megszeppent a róka, s nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen a vendége egy kis csirkehúsra. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska urasan is viselkedett, keveset szólott és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához, strázsálni. Hát, éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e te, kisnyúl? Itt aztán ne járkálj, mert az én uram a kacor király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj, minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, s egy tisztáson lekuporodva azon gondolkodott, ki lehet az a kacor király? Soha hírét sem hallottam. Arra bódorgott egy medve is, kérdi tőle a nyúl, hova megyen. Járok egyet, mert nagyon unatkozom. Jaj, erre ne járkálj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a kacor király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj, minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Kacor király, soha hírét nem hallottam, már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király. El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e te, medve? Kiállt rá a strázsa. Itt ne járkálj, mert az én uram a kacor király alszik. Ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj, minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyullal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen úgy jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét sem hallottuk, mondták mindnyájan, s mindazon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, s összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarodj innen, nem megmondtam már? Az én uram a kacor király. Ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj, minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Tudom, tudom, nagyon jól tudom, nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre. Á, az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak.
Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova. Eljövök én holnap értetek, s elvezetlek. A jó hírre a medve, a farkas, a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, s így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített és pecsenyét forgatott. S csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is szepegett, csak fél szemmel mert rátekinteni, egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban voltak már. Vajon milyen lehet az a kacor király? Kikinéztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, jaj Istenem, merre fussak, kiáltott a kisnyúl, s ilyettében nekifutott a tűznek. Megpörkölte magát, s ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jól végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ezt csak a medve tehette véle, s ezért jól képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbítani az ütést, de az a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor meglátta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy a nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Uzsgyi, hát ő is futóra. Elröppent ijedtében a varjú is. Még most is mennek, ha meg nem álltak. La la.